Rókai Antalné vagyok, Árvai Judit. Ön már jó néhány esztendeje nyugdíjas, ennek elmér még mindig dolgozik. Igen, még mindig dolgozom, pedig már most már 4 éve nyugdíjas vagyok, 62 éves koromban mentem el, és azóta is dolgozom. A kertészetben voltam, vízi kertészetben, gárdonyban voltam, mint szobasszony. Most jelenleg a postán takarítok. Hát a munkát nem szégyellem, bármit elvállalok, csak a pénz legyen, mert nagyon kevés a nyugdíjam, sajnos. És ebből nem lehet megélni, már rezsi elviszi, ebből se ruházkodni, se kirándulni, szórakozni nem lehet. És kénytelen vagyok elmenni dolgozni. És van egy újabb megoldás, ami esetleg adni lehetőség, hogy így helyezkedne el? Igen, hallottam valami szövetkezetről, nyugdíjas szövetkezetről. Nem tudom, még úgy nem nagyon érdeklődtem utána, de ha lenne valami jó megoldás, igen, elvállalnám. Igen. Mennyi lenne az egy? Hát én körülbelül 90 ezer forinttal megelégednék, mondjuk. Akkor már nem dolgoznék, mondjuk máshol. Ha annyi nyugdíjam lenne. Mert nem csak a pénz számít, hanem az ember közössége. Igen, az is egy nagyon, igen, mert különben sok helyen dolgozom, sok helyen megfordulok, közösségekbe, nyugdíjas klubokba, és akkor ez kell melléje, egy kis közösség, hogy az ember ne itthon üljön. Fiatalítja is az ember? Igen, nagyon is. Nagyon is fiatalít. És akkor tornára is járok, és akkor ez így életbe tart, fiatalít. Takarítok. Ott is takarítok most. Igen, de milyen nagy helyen vagy? Hát az egész posta az enyém. Hát egyedül? Egyedül. Igen, egyedül. És akkor hát van mit csinálni. Ugye ilyen nagy épületben ugye hát mindig van mit csinálni. Mert azért rendnek kell lenni, időre kell, mire jönnek ügyfelek. Miért jönnek az ügyfelek. Úgyhogy rendnek kell lenni. Dolgozom? Hát én minden percemet kihasználok, mert még itthon is dolgozom. Ha itthon eljövök a munkahelyről, hazajövök, itthon még rajtozok a háziparnak is, még ez egy ilyen itthoni kézimunka. Még itt is. Hát utána még este meg tornára járok, meg most táncpróbára járok. Hát hol ide, hol oda? Én minden percemet kitöltöm. Én csak este vagyok itthon. Na. Hát nem tudom, hogy fogom-e bérni vinni majd azt, mert ugye konyhán voltam valamikor én, dolgoztam én konyhán, de nagy fazékakot bizony emelgetni nagyon nehéz volt. És most idős koromra bizony az egy kicsit talán nehéz lesz. Még meggondolandó ez. Volt igen telepestégen, hogy ilyen konyhalánynak, de hát szerintem azt nem fogom bírni, mert az elég nehéz lesz majd nekem. Hát ezzel járok dolgozni. Mert hát a lábaim nagyon fájnak, és akkor hát mégis egy kicsit könnyebben tudok mozogni. Juditka dolgozni egyébként? Igen. Mondjad már, legyen kedves, jó? Ezzel járok dolgozni, igen, mert ezzel könnyebb. Right.